Ez itt a rap terápia, tesó a rap terápia, szakít a rap terápia, üvölt a rap terápia, fülesben rap terápia, kocsiban rap terápia, hangfalból rap terápia, most szól a rap terápia. Vissza is tértünk tovább, és a rap terápia FM 92.4 Maxi Rádió. A nevetés tárgya az egyébként, hogy nyilván itt GoPro-val veszük, vagy vettük volna az adást igazából, de így lehullott így az előbb. Nem akarja. Így a zene előtt, így, vagy zene vége előtt 10 másodperccel, úgyhogy... Megborult a zenétől. Igen, úgyhogy hát hangfelvétel mindenképpen lesz a YouTube-on, aztán képet majd meglátjuk. Mert az első blokknak, meg ugye az igen, első 3 percét. Az első, igen, mert SD card errort írt ki a gép, úgyhogy hát... Majd loopolj. Nem akarja a sors. Nem, de majd valahogy meg megoldjuk, hogy jók legyünk. Na, de a stúdióban egyébként mellettem Fakapó, Zial, Márk és Nick név. Ő. Ki? Jó. Ő? Ő ki? Na mindegy. Igen. Ez a Márk. Én. Márk, Szóval visszatérve egyébként az előző trackre, ami az NB-nek a LOL című száma, yeah, amivel ugye ti részt is vettetek. Egy részünk. Zialon kívül mindenki. Hát jó, igen, ott tomboltok, meg hát nickname ugye csajozik. Ez nem értem, hogy ezt... Fakapó is benne van egyébként szerep szerint. Csak ő iszik. Ő iszik ott az elején a Bogrács körül. De én azt nem értem egyébként, hogy nem Fakapó csajozik. Én ott csajoztam. Hát, hogyha csajoztam Pálinkával a kezemben. Ezt nem vehették a kamerák. Igen. Nem mindent vettek fel az enyémet, csak ezt a szoftos csajozást. Ugye múlt héten pont NB volt a vendégem, és ő már megkapta, ahogy kijött a videóklip aznap, hogy mennyire eladta magát, és hogy ez mennyire nem ő, meg hogy lehet ilyen klippet csinálni, meg hogy ilyen zenét. Én be is védtem őt. Az mit jelent? Az interneten. Az interneten? Az interneten. Na és mi történt az interneten? Én erről nem is hallottam. Hát valaki írt valami hülyeség. Nem, ott az NB Facebookon, nem, pont oda tévedtem, megnéztem, hogy mi újság. Pont oda tévedtem. Tényleg így pont. A kutyát nem érdekel amúgy, de pont átvasszul. Nem, és ott így írta a hülyeségeit, hogy jaj, most emiatt találtad magad, és hogy jaj, ugyanabban vagy, mint a többi, halott pénz, meg stb. És akkor így beírtam, hogy most hallottál egy zenét a lemezről, még én sem hallottam egyébként a többit akkor. Nagy hiba. Akkor. Ja, akkor, igen. És hogy most nem emiatt kéne elítélni, meg most nem úgy kell hozzáállni, hogy most nem olyan zenét csinál, ami neked tetszik, meg nem neked csinálja az elét, és akkor már rögtön eladta magát. De ezeket maradjunk már meg itt egy pillanatra, csak mi az, hogy eladta magát? Hát ez az. Ezt én is kérdezném, hogy amúgy ezt már kiadja el magát. Meg kinek adod el magad, tehát azt lehet tudni, hogy kinek? Ha heti 80 ezer forint. Én eladnám magam, ha lehet. Én is eladnám magam szexrapszolgának, szinglányok jelentkezzetek. Mindenki azt mondja, hogy eladtad magad, de hogy kinek? Tehát, annyi, hogyha kinek? Más hangzású lesz a zenét, már eladtad magad. Akkor is, hogyha te magadnak csináltál más hangzású zenét, még ha te is csináltad a saját zenét, és elkaptál valami más stílusú zenét, akkor te már eladtad magad. Ez akkor egy idiótaság, komolyan, hogy nem hiszem el. Meg azért, mert nem a 90-es évek boom bap alapjaira rappelsz, akkor már eladtad magad tulajdonképpen, mert jó, ez nyilván egy élő zenés, kicsit popposabb, kicsit világibb hangzású, de ettől függetlenül azért nagyon-nagyon-nagyon messze áll. Csak kíváncsi vagyok, hogy te kifizet ezért, minden, hogy most kinek adod el magad. Azért furcsa egyiket, amit mondtok. Az NKO. Ja, nyilván. Az NKO megvásárol. Nyilván. Ez a kedvencem egyébként. Tehát, hogy jövő héten utánatok a Kenny Balsz srácok lesznek a vendégeim, akik meg azt vetették nekem idézőjelben az orromra egy kicsit a Richie P, hogy én ezzel a műsorral, amit csináltam konkrétan a pályázatra reflektálva, hogy nagyon megkavartam a szart, úgymond. Ezt ti hogyan látjátok, hogy én úgy gondolom, hogy én tisztázni akartam a helyzetet, de azt lehet, hogy kifelé nem feltétlenül ez jött le. Hát nem tudom, mivel tudtad megkavarni a szart. Nem, hát az egész... Az már meg volt kavarva, igen, az a szart. A Six Feet videóval kezdődött a megkavarás, ugye hát addig ő fölverte a port ezzel, vagy megzavarta az áróvizet, vagy mit tudom én, micsoda. Te meg reflektáltál rá valamit, most szerintem. Jó, most nekem nem kell megvédeni, tehát nem azért mondtam. Nem azért mondtam. Nem, egyiket sem néztem meg, mert jó, nyilván. Alapból nem. Hát ezt megértem. Még a sajátját sem fogja meghallgatni. Világos. Tehát, hogy én azért szeretem a Fakapót, mert hogyha ilyen haverjaim vannak, akkor mi a francnak ellenség, nem? Ámen. Ennyi, abszolút. Visszatérve egyébként erre a dologra, erre az NB-s történetre. A klip egyébként valami baromi jó lett, és neki is elmondtam, hogy hát öcsém ilyen magyar rap klipet, én még nem is hiszem, hogy láttam ilyen minőséget, és mondta, hogy hát ő nem elégedett. Ti hogyan látjátok? Biztos láttatok a klipet. Persze. Én amúgy nem is láttam még ilyen klipet, lehet, hogy van több ezer, vagy mit tudom én, de nekem nagyon-nagyon bejött, és nekem új volt ez az egész, úgyhogy nekem nagyon bejött.
Na és visszatérve az NK-ra, én azt gondolom, hogy, és ezt mondtam adásban is, hogyha ilyen klippek jönnek ki NK-s lóvéból, akkor mindenkinek azt. Így van. Oké. Okay. Na semmi, nem, mi nem ellenkezünk ezen az NK ellen, meg nem látjuk ennyire borúsan ezt a dolgot. Sőt, buzdítani fogunk mindenkit, hogy jelentkezzen. Egyébként weboldalak is pályázhatnak ilyen célra. Oh yeah. Tehát a punchlines, hogyha esetleg láttok valamilyen kiírást, akkor lehet, hogy megpályázni egy ilyen dolgot? És akkor az nem lenne, nem, tehát akkor várjál, akkor mi történne? Ti adtátok el magatokat, vagy azok, akiket ti hirdettek az oldalatokon, ti friss hír és cikkén? Mi vásároljuk föl őket. Ja, az állam támogatásával. Így van, így van, abszolút, és mindenki ugye Viktor párti lesz. Na, de akkor térjünk rátok, így konkrétan rátok térjünk. Kezdjük mondjuk Zia veled, illetve veletek. Mi a helyzet a Szól a nyullal, és... Szól a nyúlval, és mostanában nagyon sokat szólózol. Ez valaminek az oka, vagy mi a helyzet veletek? Hát szeretem kiadni néha szólóba a dolgaimat, szeretek egyedül dolgozni. A Szól a nyúlval meg az, hogy hát most már hát legalább másfél éve csináljuk az Old Classics Tilo lemezt. Annyit mondok, hamarosan jön. Aha. Amikor a Slanguage oldal. A Slanguage oldal, amint meg fog jelenni, kitesszük egybe az Old Classicot, esküszöm. A Pónik lemezzel együtt. Nehéz. A Slanguage album volt. Ez valószínűleg ez egy ilyen nagyon nagy megjelenés sorozat lesz. De egyébként, tehát így Márk, hogyan látod? Tehát az Old Classic stíló jön előbb majd, így a Szól a nyútól, vagy a Pónik lemez fog? Tehát, hogy te... Egyszerre, mondd Márk, hogy egyszerre. Várjál, mert faka visz haza innen, ja. Úgyhogy... Slanguage. Ja, persze, Slanguage. Ennyi. Tehát, hogy amikor mi először találkoztunk az ilyen, akkor mondtad, hogy nagyon rajta vagyunk ezen a lemezen, és mindjárt kim van. És így... Most is ezt tudom mondani, nagyon rajta. Ez egy másfél vagyunk. Éve volt. Igen, tehát... igen. Nehéz tényleg, mert vannak, mindig kapunk új beatet, ami inkább legyen ez a másik helyet, és akkor arra inkább egy új szöveget írnék, és így tényleg akarunk egy olyan koncepciót, amire azt mondjuk, hogy tényleg ezt kitesszük most, mert amúgy azt nem titok, hogy 20 zenét akarunk minimum egy nagy albumot, de nagyon nehéz így összehozni. Tehát érdemes egyébként, most nem akarok titeket ledegradálni, de egy ilyen feltörekvő zenekar vagy, egy csapat vagytok igazából. Kezdő. Mondjuk ki. Hát én Csabi szerint kezdő, én az asztal másik végénülök szerint a feltörekvők vagytok, hogy érdemes egyébként 20 számos lemezt lehet tenni, nem lenne jobb mondjuk egy ilyen. Tehát 4 darab 5 számos kis LP-t kipakolni? Én mondjuk kiadtam a szólomból azt a 6 zenés LP-t. Szerintem, hogyha 20 zenét adunk ki, és aki meghallgatja, az meghallgatja a 20-at is. Én úgy vagyok vele. Benne van a nevében Old Classic stíló. Uh-huh. Az nem 4-5 számos, hanem az egy masszív valami, tudod. Mondjuk nekem nem az jut eszembe, hogy akkor ez biztos lemez lesz, hanem tehát... Hát régen ezek voltak, tudod. Tehát még 20 szám, tehát tényleg 80 perc, az 80 perc. Igen, az ennyi, az egy rendes lemez volt. Eleje volt, vége volt, intrója volt, skitjei voltak, amit egybe volt is. Egy lemez. Tehát nem az volt, hogy csak egy pár számot egymás után pakoltak az emberek, hanem tényleg összeraktak egy lemez maguknak. Már bocs, hogy beleszólok. Világos, tehát hogy akkor most a szóvívőtök elmondta, hogy mi lesz. De ezért most... mindenki, hogy te vagy a banda vezér. Ezért. Én vagyok a banda vezér. Don. Szóval visszatérve akkor az Old Classic stílóra. Tehát egy Lió miatt, vagy miattad akad? Vagy nem, ez együtt. Nincs, hogy miatta vagy miattam. Max szöveg, tehát felvenni mindig együtt megyünk, ahogyha tudunk. Persze van, amikor külön, de ezt együtt kell csinálni. Tehát egy lemez nem lehet úgy felvenni külön-külön, hanem együtt menjünk oda, hallgassuk meg, és akkor tehát szerintem ez így működik. Mm-hmm. Oké. Okay. Én elfogadom, csak hogy mi akkor a probléma? Tehát, hogyha mindig együtt nem csináljátok oda. Tehát elmentek, hogy na figyelj, most átugrok, meg olyan szöveget írunk, oké, és ez a sörözésbe torkolik? Hát nagyon messze lakunk egymástól, szóval azért nehéz összehozni. Most róla beszéltél a fakel. Jaj! Mindjárt jöttök egyébként. Én járok át hozzá kb. 2 hónapja szerintem heti egyszer, vagy két hetente egyszer. És ők egy városban laknak, mi meg 400 kilométerre egymástól. Hát azóta mennyit vettünk fel? Nullát? Mi a faktorosat majdnem felvettük, meg a rustavítekre felvettük, ennyi. Igen. Tényleg azt felvettük. Yeah. Nagyon örülök neki. Rapszakkör lemez. Vagy lemez mixtape. Az micsoda? Mesélj mellett. Tehát a Rapszakkör mixtape az egy olyan nem projekt, amiben a rapterápia és a rapszakkörös rácok, ugye három DJ összeálltunk, és azt mondtuk, hogy mivel nem készülnek magyar mixtape-ek, majd mi csinálunk. Egyet, benne amire, vagyunk. Amire úgy gondoltuk, hogy majd csinálunk ilyen debüt dalokat, és akkor én felhívtam külön a nicknémet, felhívtam külön a fakapot, és azt mondták, sima ügy, persze, nyomjuk, hogy ne, hogy a fenébe ne. És ez hát 2-3 hónapja történt. Augusztus elején tudtunk, várjál.
Akkor még van időt, szerintem. Egy hónapja. Egy hónapja tudunk róla kettő. Körülbelül, igen, egy hónapja ígérgetjük, de amúgy arra vett, ja nem arra vettük fel. Faktor lemezére nem arra vettük fel. Nem, egyébként már ki van válsza hozzá az alap. Igen. Meg a téma. Meg és a szöveg, meg van írva a szöveg? Kezdőbetűz. Már a, hát én is elkezdtem már. Hát vagy egyről a tervek vannak meg, hogy lesz majd refrén, meg lesz fakának része, meg némnek része. Tehát nagyjából itt tartotok? Ne, ennél egy kicsit azért hallottam. Nem, megvan a téma. Meg elég konkrét a téma, mert így van benne egy ilyen kis ének, ami végülis nem az a zene lesz? Na ennyire lesz a Pónik lemez, gyerekek, tehát így új arcok. Az. Új arcok, régi mondatok. Tényleg. Na és ki énekel, ezt te fogod énekelni? Nem, ez a szempler. Vagy a izé, az. Karamell. Ez a HB, micsoda, az a szkúteres csávó. Jézus Mária. Jó, szerintem a műsor után felhívom a Petit, és megmondom, hogy át itt ne szállítsuk. Itt akkor bármire is. Mindenesetre egyébként, tehát még ezen az ősszel ki fogunk adni egy mixtépet, ami rajta lesznek hivatalosan a srácok. Nem hivatalosan nem lesznek rajta, de meglátjuk. De rajta leszünk. Jó, okay. Egyszerre mondtuk, okay, ezt a tuti. Okay. Nem is olyan régen volt ugye Nicknémnek a 18. születésnapi bulija, ugye? Yeah. És akkor ott a kamerába azt ígértétek, ami egyébként fönn van egyébként a YouTube csatornán, vissza lehet nézni, hogy tuti, hogy rajta leszünk, az belekamusztod a kamerába, fakapó. Én küldtem is te a zenét. Én mondtam. Úgy voltam vele, hogy a Csabi nem csinálja meg, akkor is. Akkor értem. Jó. Oké. Okay. Megcsináljuk rá mindenféleképpen. Jó, oké, térjünk rá vissza erre egyébként ezekre a videós dolgaitokra. Beszéltünk arról, hogy lesz ez a punchlines-os összejövetel, de ugye volt az a Fictive Product Productions-es cucc, ez a Szoba MC, ugye? Vagy MC Szoba Service. Szoba Service. Ezek így megakadtak? Tehát ennek volt 9 epizódja? Igen, 9, meg volt egy nulladik, amit nem adtam, nem tettem közé, de hát már tervezem egyébként, hogy egy ilyen második évadot gyártok belőle. Új szobája van. Új szobám van, igen. Meg amúgy is egy stúdióba akarom levinni azt az egészet, egy kicsit kibontani, kicsit komolyabbra megcsinálni az egész produkciót, és megjelenni minél hamarabb vele. Hát, idő kell még ahhoz is, mert sokan csináljuk azt is mostantól, hát pontosabban 3-an, illetve 4-en, úgyhogy azt is össze kell szervezni, hogy jó legyen, csapat is lejöjjön, legyen hozzá DJ-set, vagy bármi, ami kell. Ezt azért mondjuk el, tehát én tudom, hogy ez az MC Szoba Service, sajnos szerintem nem tudja minden rap terápia hallgató, de most elmondod nekik, hogy ez arról szól, hogy gyakorlatilag a szobába összejönnek különböző MC-k, és rappelnek egy tracket. Hát igen, ez volt. Igazából koncepciója se volt, ez csak úgy légből kapott ötletként indult. Velem kezdődött, nem? Hát először az Onofer Lacikával csináltunk egyet, ő volt a nulladik rész, de utána jött az első a Nickname, aztán Fakapó. Velem kezdődött. Igen. Mm-hmm. Tehát a Hot 16 is veled kezdődött egyébként. Ugyanabban a szobában. Igen, velem kezdődött. Mondjuk, ha már itt... Alfa és az Omega. Ha már itt tartunk egyet a Hot 16 Challenge-nél, egyébként mindenki benne volt ebbe a rap világon belül. Ezt hogyan látjátok? Tehát ez egy ilyen tök jó, hogy elindult, és végre megmozdult egyszerre a hip-hop, végre volt valami egység, vagy ez is elcsúszott sajnos rossz irányba. Voltak jó és rossz részei is a dolognak. Na akkor mondjál, jó rész, meg rossz rész. A jó részei azok voltak, hogy megmutathatták az igazi jó MC-k is magukat, akár fiatalabbak, akár öregebbek, hogy milyen ügyesen fel tudnak repelni tényleg élőben egy 32 sort. A rossz része viszont az, hogy az összes ilyen fórum, az összes Facebook oldal mindenhol elszaporodtak ezek a félmeztelen, sötétben, webkamerával repelő MC. Napi egy videóval. Igen. Olyan videót én is küldtem valamelyik számára. Már csak azért sem nézem. Csak te nem raktad ki, te átküldted üzenetben, ezek kirakják az összes oldalra, és felvettem egy új szöveget, hallgassátok meg. De tudjátok, hogy én ilyen videóban annyit kapok, és akkor írom, hogy hát ezt nem nagyon osztanám meg, mert szar a minőség is. Akkor erre tudjátok, mi a válasz, hogy igen, persze. Mert egy nagy képű csicska vagy. Hát nyilván persze, tehát hogy... Akkor hát, mi a baj? Na mindegy, szóval visszatérve a Hot 16 dologra, akkor mondjuk Nickname elindította ezt, és akkor ti becsatlakoztatok, hogyan láttátok ezt egyébként, mikor már a vége felé jártok, akkor már cikk is volt? Ti vagytok. Hát én még ugye, nem tudom, a Nickname mikor feltette, szerintem rám másfél hónapra kaptam meghívást,
akkor még szerintem elég jó volt. Voltak már akkor is, akik ugye nem rappeltek, de megcsinálták a videót, de ott is láttam például tök jót, ami szerintem kenterbe veri, aki elvileg rappel. Például? És, például a kis Ádámnak nekem nagyon tetszett a Hot 60 Challenge-e. Esküszöm nektek, az jó volt. Más nem tudok mondani, aki most így nem rappelt és megcsinálta. Antónia van. Faka is. Ja, meg én is. Faka is jó volt. Én is voltam rossz. Egyébként, tehát most majd... Összehozta a hip-hop közösséget igazából, így kiderült, hogy tényleg mennyire sok MC van itt Magyarországon, és mennyi mindenki kap jóval kisebb teret, mint amennyit megérdemelne. Tehát a Hot 60 után nem is sikerült nagy részének kitörnie, de majd talán később. Na hát akkor mi viszont most kitörünk egy zenével innen a beszélgetésből. Jön a Húzd le pörög, Pónik, azt álljunk vissza a srácokkal. Tudjátok, a világ a reppelőadók szemével, most itt mellettem néhány emberrel. Nyomj egy lájkot és iratkozz fel. Én várok. Én ráérek. Ugye, hogy nem is olyan nehéz ez?